Jó napokat kívánok, úgy bizony, dáú, dá. Dobredán, úgy bizony, dá. Nagyba mai rovatom marha nagy címezetvénye, miért nem ment idén a Bartos locsulkodni húsvétkor, úgy bizony, dá. Előtte nyomatok jó kis baback. Lesz is babackozás sör, még van egy kis sör, és lesz is sör, meg van egy jó kis borsodi. Hozzá nagyba a törmészet patikája, kikerisdá. Mutatom egyébként már, megy a fölvétel, úgy bizony. Hogy lényeg, úgy bizony, dá. Nagyba, ugyibár, ő izenték, nékem egyébként, de kis egyébként kár volt. Az első, mert ugye most szakajtottam egyébként ki gyökerestül. Jobban nem kikerics, pitypank hülyeséget mondtam, a kikerics az már. Kicsit belemártottam az első hordóba, E-vitamin. Első, de. De, az önök, hogy gyökerestül sárosan kelni, de igazán tibúj. Most nem ez a csillag, úgy bizony, hanem hogy miért nem mentem locsúkodni az idén! Basz itt idén. Bár. A csillag, hogy ugyan ennek egy nagyba jó kis baback. Basz itt, baback, úgy bizony, baback. Jobb. Ennek egy hagyománya volt egyik, az a meg, az a rovja bizony. Tehát ennek volt egy hagyománya, nagyban, úgy bizony, hogy régebben, nem is régebben, még én ezt tavaly, tehát tavaly még elmentem, akkor még ez a Majorban voltam, Dinnyésre, meg ott a környéken, itt locsúgattam, stb. De jó. És a lényeg az, hogy már akkor is, csatról, tehát az atrocitás, tehát az annyit jelent, hogy mit tudom mondjuk. Szóval mondom, ennek kultúrája volt, stb. Apámmal régebben egyként mentünk mindig, ne tevek, úgy tudom. De, hát. És a lényeg az, hogy te mindig mentünk, de szívesen fogadtak, már gyerekként így emlékszem. Mondjuk már apám, mikor fölöntött a garatra, és jó bépálinkázott, stb. Akkor már részegen már azért nem szívesen fogadták. De az a cselek, hogy, tehát mondom ezt, én még a apám halála után is üztem ezt az ősi hagymát. Ősi hagyománk. Viszont mostan, ugye már a Fehérváron vagyok, eldöntöttem, hogy nem fogok menni, mert kurvára sok megaláztatás ért engemet. Például lebegettek be, elzavartak, mondták, hogy menjek onnan, húsvétkor bazd meg. Tehát gyakorlatilag, az a lényege, hogy nem, egyszerűen vége. Konyec ennyi volt. Nincs tovább, de nem is mentem el, vagy itt a szomszédasszonyt, követlen szomszédasszonyt, aki gyerekkorom óta ősmert. Azt meglocsultam, ittam nála ötfeles pálinkát, megkínált jó kis ilyen törköly pálinka, meg Otello házi borra, Otello, úgyhogy vettem is egyébként tőle 4 liter Otello bort. Csak majd megittem. És az egyébként, hogy nem, ezzel egyébként tudomásukkal venni egyébként dolgokat. Lezárult egy korszak, ugyanúgy, mint hogy vége lett nagyba a tyotyializmusnak, a szocializmusnak, ugyanúgy ezt is el kell tudomásukkal vennem egyébként, na, hogy ennek is vége ennyi volt. Most már ez egy ilyen választó korszak volt, már úgy érte a választás most a 40 év fölött, hogy nem fogok én ezért, mit tudom én mondjuk,
menni meg. Gyakorlatilag egyébként én éreztem magam egyébként kellemetlenül, bazd meg. Tehát még én éreztem kellemetlenül egyébként magam, hogy hát mi az, hogy húsvétkó, mit tudom én mondjuk házakó, és Dínyés ráadásul falu, bazd meg. Tehát nem is egy korcs, város, lekváros, nem is egy szarházi panelpatkányokkal teli geci övezet. Még az a jó, hogy én család, én nem, egyszer egyébként a Csákoségnál sem bírtam a ízét, az ömeletes, vagy azt a csvanelt. Na és nem ez a csúnyag. Tehát még az a jó, hála a jó égnek, hogy családi házba lakok, városba. De egyáltalán átkérnek, nem? Tehát vége. Jó, csináltam egy-két dolgot, de már olyan dolgot, hogy mit tudom én mondjuk, már egy részek voltam, hogy a házigazda ki akart már tóni. És akkor beleharaptam az üvegpoharba, leszakajtottam az üvegpoharat, így foggal odabasztam mondjuk a házszéli hő. Csináltam egyébként cifra dolgokat, de attól függetlenül úgy döntöttem, azt elmondtam már körülbelül tízszer, hogy nem megyek, de pedig egyébként a jányoknak ez egy megtisztöltetés volt egyébként is régebben. De hogyha Vederre, én is falusi gyerek vagyok, úgy értve, hogy falun születtem. Jó, nem sokat laktam falun, jó, Dínyi is meg mondjuk Csikérja, tehát az nem sok volt. Egy-másfél évet, az annyi, hogy csak ott születtem meg, de apám az pedig falun nyőtt föl. Tehát, nem tudom, azt hiszem, 18 vagy 20 éves koráig falun lakod, bazd meg. Tehát mondta egyébként, hogy vizes vedrekkel mentek. Vizes vedrekkel. Súlyosolták le a jányokat, asszonyokat, bazd meg. Sőt, reggel már, emlékszem, még apám fénykorában volt, de na tebe. Jányokat, testvéreim, meg anyám. Már kaptak reggel egyébként egy jó nagy zúdulatot. Úgyhogy már hajnalban. Ez egy összeomlott dolog, nem kell ezzel foglalkozni. Helyette egyébként elvetettem a tököt, vetettem krumplit, még fogok vetni egyébként krumplit, de az egy krumpli út, krumplit, krumpli, mennyit akartam, tehát vége. Ennyi, de van. Úgyhogy csak ennyit akartam elmondani ezzel a dolgokkal kapcsolatban.